Szevasztok! A helyzet az az, hogy ugye megszűnt a Patrik X Isti podcast, ami hát igazából nem egy ilyen hatalmas nagy sztori. Én elmondtam az Istinek, hogy milyen fajta magánéleti problémáim voltak. Néhány napja írtam le neki hosszasan, és ennek tudatában értékelje a dolgot. Nincs köztünk harag, tehát eddig sem volt, tehát beszéltünk attól függetlenül, mert nem volt podcast. Nyilván gondolom azért ő egy kicsit neheztel, hogy ez így akkor, ahogy megszűnt. Viszont a lényeg az az, hogy én felajánlottam neki, hogy ha gondolja, akkor nyomjuk, most már úgy azért itt vagyok, rendben vagyok. Elhatárolódott ettől, igazából abszolút megértem, nyilván én voltam több esetben is olyan, hogy hát ez most nem lesz jó, úgyhogy ez van. Sajnálom a dolgot, mert nyilván én is szerettem, csak volt egy szörnyű időszakom. Viszont vannak olyan gondolatok, amiket szívesen megosztanék veletek, úgyhogy néha elképzelhető bármiféle ilyen ilyesmi videó. Úgy kezdeném ezt az egészet, hogy én senkire sem neheztelek, tehát sem a Bandira, sem a Bálnára. Nekem velük így effektíve nincs bajom, pedig azért nyilván az évek során én is kaptam kritikát, ami mondjuk nem érintett olyan jól, senkit sem érint szerintem túl jól, hogyha megnéz egy videót, amiben ő is benne van, és kritizálva van, majd a kommentekre rágörget, és akkor lát magáról minden szépet, tehát a lényeg az, hogy én semmelyik félre sem neheztelek jelenleg, úgyhogy teljesen pártatlanul állok hozzá. Viszont azt érzem, hogy igazából senki nem gondol bele, hogy most amúgy a Bandi az úgy mit érez, milyen lehet neki. Úgyhogy kezdjük a legelején, kezdjük ezzel a csodálatos zenével, amiből indult az egész. Alapból már kérdéseket vet fel bennem az, hogy egy ilyen úrral, akinek ilyesmi zenei vannak. Mindenkinek prenkelek, sose fogom be a számat, megbasztam a nagymamádat. Ne bántsuk a nőket, hiszen nyaljuk kérket, ne bántsátok a nőket, hiszen nyaljuk. Milyen késztetésből állt össze pont a Bandi zenélni. Elképesztően lesújtó számomra is, hogy ilyen formában látom a Bandit. Egyébként ez a másik srác, az a nem tudom mi a neve, ő is cenzuráztatta magát, most láttam pont a videóklipbe, tehát ő is úgymond most már így utólag elhatárolódik ettől a zenétől. Ugye felmerültek kérdések, hogy vajon a Bandi nem hallhatta ezt a teljes zenét? Meg ugye azt hiszem ez az úr is azt nyilatkozta, hogy hát ő írta az egész zenét, és hogy a Bandinak igazából semmi szerepe nincsen benne, és hát sokakban azt terjeng, hogy hát akkor a Bandi csak megkapta ezt a kis szöveget, és akkor felénekelte. Na hát én ezt azért megcáfolnám, tehát hogyha megfigyeljük az úriembernek ezeket a dalait, akkor érezhetjük azt, hogy minden egyes szöveg részlet, szöveg morzsa, hát ritmikailag megkérdőjelezhető, és hogyha meghallgatjuk a Bandinak az éneklését, ott azért ez összességében nem elmondható. Tehát számomra ez olyan, hogy lehet, hogy kapott egy ilyen kis vázlat szöveget a Bandi, de alapvetően nyilván azért ezt úgy rendbe tette, mert valószínűleg kiénekelhetetlen formában kapta meg. És persze nem értem, hogy ilyen mélységű zenébe hogyan lehet ilyen szövegrészleteket belevarázsolni, mint például megdögleni. Tehát ez Banditól, aki mindig kritikusan állt a dolgokhoz, ez egy ilyen nagyon nagy hibának tűnik, és az is persze, csak kérdem én, hogy ő egyébként ténylegesen akkorát hibázott, hogy így neki most egy teljesen annyi, tehát a sok éves munkájának ez így most így teljes mértékben véget vet? Első körben ugye azok a hangok jelentek meg, hogy hatalmas mélyrepülésben van a Bandi, és még ezt az egészet megfejeli egy ilyen zenével is, és teljesen hitelét vesztette sokak szemében, és valóban jogalapot ad arra, hogy azt mondják az emberek, hogy oké, köszönöm szépen, szép volt, jó volt, de számomra leszerepelt. Viszont ezek után jött egy olyan fordulat, hogy ugye Bálna is reagált erre a zenére, illetve kiteregetett olyan dolgokat, amik miatt a cringebaitnek annak idején hát vége lett, illetve unblock a közös munkának. És még egyszer mondom, nekem semmelyik személlyel nincs úgy személyes problémám, Bálnával azt hiszem talán követjük is egymást instán, tehát nincsen benne semmilyen személyeskedés, de mégis kérdem én kicsit kritikusan, hogy valóban pont ebben a helyzetben, pont ilyenkor kell ilyen fajta részletességgel kiteregetni ezeket a kártyákat. Számomra az a fura ebben az egészben, hogy
előtte ez miért nem történt meg, akkor nyilván nagyobb volt a rizikófaktor, hogy mondjuk valaki a Bálnának, valaki meg a Bandinak ad igazat, viszont ilyenkor az emberek nem is gondolkodnak kritikusan, mert az egyik embernek most van egy hatalmas nagy botránya, akkor biztos, hogy a másik embernek van mindenben igaza, és nem meghazudtolva a Bandit, csak ezzel azt akarom sugallni, hogy senki el sem gondolkodott azon, hogy egyébként akkor most a Bandi az tényleg ennyire rossz ember? Nem, hanem el lett ítélve, hogy ő valóban, na, mindennek a legalja, ő ennyire rossz ember és kész. Mert mindenki ellene volt a Bandinak, és tényleg ilyenkor merül fel bennem az, hogy amikor már az egész YouTube hát igazából a háta közepére nem kívánja jelen helyzetben a Bandit, pont akkor kell még belerúgni azzal, hogy ilyen magánéleti dolgokat is belekeverünk, amivel aztán tényleg teljes mértékben megsemmisítjük az embert. Miközben számomra megértem a Bálnát, ez egy szörnyű időszak lehetett tényleg, viszont ezek nem olyan mélységű dolgok, hogy én ezt tegyem valakivel, egykori barátommal, akivel több éve dolgoztam együtt, akkor, amikor aztán tényleg neki amúgy is, hát annyi. Mert igazából ezzel a vallomással lett ő úgy igazán cancelölve, hogy kéne ilyenkor ezt jól mondani. Mert itt már nem arról van szó, hogy ő írt egy ilyen dalt, hanem az, hogy amúgy látjátok, igazából emberileg is ilyen, látjátok, mit csinál most a YouTube-on is, tehát látjátok, egy nagy nulla minden téren. És persze el lett mondva, hogy hát nagyon várja Bandi válaszát. Na most az a helyzet, hogy valószínűleg Bálna sem, és sokatok sem tudja, hogy ilyen helyzetben milyen lelki állapotban vagy, amikor elkövetsz egy ilyen fajta hibát, és tulajdonképpen romokban van minden, amit építgettél így az évek folyamán, illetve egzisztenciálisan is el kell gondolkodnod, hogy akkor most mi a jó Isten lesz. És ezek mellett pedig azt látod, hogy mindenhol támadnak téged, ahogy csak tudnak, szétszednek minden egyes gondolatodat, minden egyes mondatodat szétszedik és szételemzik. Én azért úgy nagyjából tisztában vagyok vele, hogy ez mennyire rossz ilyenkor egy embernek. Ott volt például ez az Origós történet. Nyilván ehhez képest az azért nem volt ekkora volumenű, de még ott is olyan dolgok történtek velem, hogy nyilván ilyenkor ezt nem tudod jól kezelni, nem tudod ezt megtanulni, senki nem tanítja, hogy ezt egyébként hogy kell kezelni, hogy több százezer ember van csak ellened, pedig te is ugyanolyan ember vagy, mint aki ott ül. Tehát ez nagyjából az a fajta érzés, hogy magzatpózban fekszel otthon az ágyadon, és nyilván nem tudod, hogy most mivel ártasz magadnak jobban, ha most azonnal indulatból csinálsz videót, egy nap múlva, két nap múlva, csak közben burjánzik az egész. Tehát egy szó mint száz igazából, amire a Bandi eldönti azt, hogy milyen formában válaszol, addigra az egészből még nagyobb botrány alakul ki. Mert már megszólal az is, amaz is, mindenki, és tényleg nekem igazából csak azzal van a problémám, hogy hol van nézve a Bandi oldala? Mert mindig kétélű ez a dolog. Van ő meg ő. Nem lehet az, hogy csak ő van és ennyi. Viszont Bálna oldalát is értem, nyilvánvalóan nem szeretné, hogy ezzel a fajta Bandival jelenleg így összemossák, és voltak sérelmei, amiket szerintem talán túl részletesen adott át ebben a helyzetben, és így ez még egy szög volt a Bandi koporsójába. Egy kicsit most a Bandiról is volt szó, Bálnáról is, viszont most mindkettőtökhöz szólnék. Ti, akik éveken keresztül a cringe baiten mindenkit elővettetek, nagyjából mindenkit, aki így a mainstreamben benne van, vagy benne volt, pont ti nem úgy hozzátok le ezt a megszűnés dolgot, hogy az azért legyen következetes, és legyen átlátható, hanem ez az ilyen jó volt, szép volt, igen, de hát a Bandinak már annyira nem állt rá a foga, hogy ezt csinálja. Hogy nem lehet ezt
őszintén lezárni, és most persze nem arról beszélek, hogy így rendeztek egy ilyen hatalmas nagy Mónika show-t, hanem egyszerűen elmondjátok, hogy igen, srácok, az van, hogy bazzek, csak én csináltam, tehát na, amit a Bálna elmondott a videóban, annak a nagy részét ilyen-olyan formában, de ebbe bele lehetett volna tenni, mert másoknak a balfaszkodásait, meg a videóit azt annyira könnyű kritizálni, én tudom és látom is, persze, csak amikor az van, hogy rólatok lenne szó, akkor megy egy ilyen hahotázás, amiről, ha más csinálja, akkor meg kritizáljátok, hogy jaj, hát nem vállalja a felelősséget, meg a faszom. Ugyanezt csináltátok. De oké, persze, így döntöttetek, hogy oké, erről akkor így részletesebben nem beszéltek. Csak ezt az egész dolgot elővenni akkor, amikor már az egyik fél amúgy is teljesen padlón van, és akkor még ezt így odadobjuk, hogy na, ezért voltam úgy, srácok, csak vártam a megfelelő pillanatot. És valóban ez volt a megfelelő pillanat, Bálna. Na de hát következett a Bandi videója, ami én nem is értem. Tehát régen a B-turbon nevettek, amikor hozott egy ilyen bocsánatkérős videót egy lépcsőházban. Most meg igazából hát sokkal többet nem kaptunk Banditól sem. És szintén azt a kártyát kell előhúznom, hogy hát éveken keresztül ment mindenkinek a rendelése, és amikor egyszer Bandi van ott, hogy na most akkor valamit kéne így hozzáfűzni ehhez a dologhoz, akkor meg hát megy a hárítás. Ebben a szituációban talán ez nem elfogadható, hogy azt mondod, hogy hát te nem válaszolsz magánéleti dolgokra, miközben te hozod elő, hogy hát a Bálnának a születésnapi partiján a feleségednek sztrókja volt, és nem tudtál hazamenni hozzá 200 kilométerről, ez szopassál már. Nem is értem ezt. Tehát a védekezésképpen fel tudsz hozni egy nagyon mélyen magánéleti krízist, akkor hogy van az, hogy az a téged ért nem ilyen súlyos magánéleti mélységekbe menő kérdésekre pedig egyszerűen nem akarsz válaszolni? Mert ha magánélet. Abba is bele kellett volna menned a videó folyamán, én úgy gondolom, hogy hát útkeresésben vagy, ami már nyilván több oldalról látszik, de hogy abban vagy, és egyszerűen fel kellett volna vállalnod a gyengeségeidet, mert nyilván minden embernek van, és egy ilyen helyzetben kész, pacekba őszintén oda kell állni, és akkor elmondani, hogy mi van. Felelősséget kellett volna vállalni, reflektálni kellett volna tényleg arra, amiket a Bálna mondott, mert nem ez csak úgy valaki mondta, hanem egy olyan ember mondott rólad emberi negatív dolgokat, akivel évekig együtt dolgoztál. De hát nem kell ezt magyaráznom, mert nyilván pontosan tudod, hogy ezt hogyan kell csinálni, hogyan kell felépíteni egy ilyen videót, mert nyilván amikor a B-turbóról, vagy bárki másról, Szabi Estről, mit tudom, bárkiről csináltatok, vagy csináltál egy videót, akkor ez így jól ment, tehát pontosan tudod te ezt. Szóval szerintem az az egyetlen lehetőséged van, hogy elengeded ezt a nem beszélek erről, nem beszélek arról, hanem elmondod, és válaszolsz ezekre a vádakra, és majd talán akkor a nézők tudnak mérlegelni, hogy oké, akkor hallottam ezt is, azt is, és akkor eldöntöm, hogy szeretném-e nézni tovább a videóidat, vagy sem. Mert ezt a botrányt, ez nyilván már olyan mélységekből ment, hogy ezt nem lehet annyival letudni, hogy hát majd az idő megoldja ezt a dolgot. Nem gondolom, hogy ezt így meg fogja oldani. Viszont én azt is gondolom, hogy Bandi nem maga az ördög. Úgyhogy szerintem ezeken át lehet még menni, de azt az igazi kemény csávót, azt most egy kicsit háttérbe kell tenni, mert ez most nem arról szól. Most az, hogy privátban írogattok, attól a nézők, az a 100 000 ember, az nem fogja tudni, hogy most akkor mit gondoljon. Egyszerűen hibáztál, illetve nyilván amiket a Bálna mondott, azok is nyilvánosságra jöttek, tehát ennek ez az egyetlen egy megoldása, hogy ezt az egészet a nyilvánosság előtt kell lerendezni, hogy mindenki képben legyen, hogy most ezek után szeretne követni, vagy sem. Enélkül szerintem nem fog igazából menni.